Magyarországon szurkolóknak ugye nagyon sok bajuk van, hogyha egy ember jobbra megy, akkor mindenki azt mondja, hogy balra kéne menni. Két győzelemmel és 6-0-es gólkülönbséggel kezdte a labdarúgó NB1 2014-2015-ös szezonját a Videóton. A fehérváriak a Lombard Pápa után az újonc Dunaújváros ellen is 3-0-ra nyertek hazai pályán. Az előző idény végén távozó vezetőedző José Gómez helyére korábbi segítőjét Juan Carillo Millánt nevezte ki a klub vezetősége. A kritikus szurkolóknak egyelőre tetszik a régió edző munkája, de szerintük néhány dolgon még változtatnia kell. Mi gólra törően futballoztatnánk, hát én azt várnám még, hogy főleg ilyen gyenge csapatok ellen két csatára álljunk föl, legalább kettővel, aztán rúgjunk túl, amennyi gólt csak tudunk. Tehát de csak ilyen jövgenyelősen, hogy az utolsó 15 percre hozunk be még egy ember támadott. Az új embereket beépítette, hát a Fecesint még most nem láttuk, igazából ez a pár perc nem mérvadó. Azt hiszem, hogy már meg kellett volna korábban lépnie ezt a vezetőségnek. A sikeres szereplés egyik kulcsfigurája lehet a nyáron szerződtetett Fecesin Róbert, aki 8 év után tért haza Magyarországra. A 11-szeres magyar válogatott támadó a Dunaújváros elleni mérkőzésen 11 percre már pályára is léphetett. Nagyon sokat beszélgetünk a támadó játékról, tényleg próbál nagyon sok minden játékosnak segíteni, meg tényleg hát ami a játékot itt próbálunk produkálni, abból azt próbáljuk edzéseken is megcsinálni. Hát hétvégén ugye valami jön belőle, valami nem jön belőle, meg valamikor több jön belőle, meg valamikor kevesebb. Tudom, hogy itt most Magyarországon azt mondják, hogy hazajöttem azért, mert nem kellettem meg ilyenek. Magyarországon szurkolóknak ugye nagyon sok bajuk van, hogyha egy ember jobbra megy, akkor mindenki azt mondja, hogy balra kéne menni. Ugyanez vonatkozik itt a médiától kezdve, de én így döntöttem, hogy hazajövök, ugyanúgy volt Oroszországban is megkeresésem, innentől kezdve én magammal foglalkozok és arra, hogy a legtöbbet tudjam nyújtani. A Videóton az első ötfordulóban 4-szer játszik hazai pályán. A jövő héten a Győri Etót, 2 héttel később az MTK-t fogadják a fehérváriak, a két mérkőzés között pedig a másik újonchoz, a Nyíregyházához látogatnak.